Hello, hello, Kenny vagyok, ez pedig itt a Retrósok 9. adása, amelyben a 9-es terv a világűrbe című remeket fogom megnézni, mivel a legtöbben ezt kértétek. Én meg rászántam magam, és hát meg is bántam. Ezt Mr. Multi Frodo, Blank 51, Playbanos nevezetű kommenterek is kérték, valamint Zoli, aki küldené Kovács Balázs barátjának, aki megnézette vele ezt a filmet 5-ször. Zoli, milyen barátaid vannak? Lannina, Frumóter, Spacer. A kezdő képsorokban egy férfi ül a székben és beszél. Ez a film legfélelmetesebb jelenete. Jön a stáblista, majd egy temetést láthatunk, amit két jól lakott paraszt bámul szentimentálisan. Az pedig ott Lugosi Béla. Ezután két unatkozó repülőgép pilóta meglát egy cérnaszálon függő dísztárcsát az égen. A két jó munkás ember a temetőben belebukkan a gerincsérves Mortisába, akit aznap temettek el. Lugosi Béla elmegy hazulról, mert nagyon bánatos amiatt, hogy halála után is ilyen rettenetes filmbe szerepelhet. Egy temető turista hölgy megtalálja a két jól lakott paraszt tetemét, és az igen. Ezután kijön a rendőrség kideríteni, hogy tulajdonképpen egy skifit, egy horrort, vagy egy zombi filmet, vagy egy rakás szemetet nézünk is éppen. A feladatra ez a kövér férfi vállalkozik, aki elhatározza, hogy egyedül besétál éjfélkor a temető ködös részébe, abból sosem lehet baj. Közben a repülőgép pilóta és felesége otthon söröznek, amikor valaki zseblámpával megvilágítja a házukat és elesnek. Ám kiderül, hogy nem is zseblámpa, hanem csak egy dísztárcsa látogatja meg éppen a temetőt. Ahol Lugosi kijön a kriptából, és valaki magyarázza már el neki, hogy attól, hogy te vagy Lugosi Béla, nem kell mindig Drakulát játszani. A két élő halott körbeveszik unottan a kövér rendőrt, aki 3 méterről a földbe lő. Ezután Mortis a meggyötört arccal rámászik az operatőrre. Másnap a palacsintasütők napja van, ha résen vagyunk, többet is megfigyeltünk az égen suhogni. A katonaság utálja őket, ezért a tábornok második világháborús felvételeket vetít a dísztárcsáknak, és egy stúdióból távcsőből figyeli az eseményeket. Ez egyébként egy 10 perces jelenet, és 8 ujjamról sikerült levágnom a körmöt közben. A palacsintasütő hazatér a dísztárcsa főhadiszállásra, és kiderül, hogy az alienek emberek, csak meleg divattervezők ruháit hordják. Itt kiderül, hogy az idegenek békével jöttek, ha ez nem esett volna le. Elmagyarázzák, hogy a 9-es tervet fogják követni, ez pedig a halottak feltámasztása. De békével jöttek, ez a lényeg. Lugosi Béla kijön a napfényre és megint Drakulát játszik, majd ellátogat a pilóta feleségéhez, ahol megkapjuk az első adrenalin pumpáló üldözéses jelenetet. Lugosi bejön az ajtón, a lány pedig kimegy. Majd Lugosi is kimegy. What? A lány rögtön ezután, hogy kiszaladt a lakásából, beszalad a temetőbe, mert ezt tartja logikus döntésnek. Hiszen melyikünk szaladna mondjuk a másik irányba, ahol rendőrség, szomszédok, meg katonaság is van. Se baj, a kövér rendőr is kikel a sírból, kész elegen van, nevezzük ezentúl csak Bobinak. Egy férfi megmenti a lányt, a 3 muskétás pedig végignézi. Bobby unalmában úgy dönt, hogy akkor elindul balra, mert jobbra már volt. Ekközben megtudjuk, hogy az idegeneknek szuper bázisuk van a temetőben, és ők irányítják Bobbyékat egy távirányítóval. A temető megtelik rendőr Bobbykkal, akik kiderítik, hogy ebben a temetőben halottak vannak. Két fejes beszélget és meghallgatják az idegenek üzenetét, amiben az alienek tisztázzák ismét, hogy békével jöttek volna, ha az emberek kormánya engedte volna őket leszállni, de mivel nem engedte, így kénytelenek voltak halottakat feltámasztani, amiről még mindig nem értem, hogy igazából milyen célt is szolgál. A beszélgetés végén az idegen leszögezi, hogy már nem békével vannak itt, ki hitte volna. A következő jelenetben a kétes nemi identitású idegen olyan, mint Monk. Ezután betávirányítják a 3 Bobbyt, ám az egyik majdnem megfojtja Monkot, mert merül az elem a távirányítóban, ám a vezér javasolja, hogy vágják földhöz a készüléket, mert az mindig beválik is valóban. Ezután a 4 jelentősebb karakter egy asztalnál söröznek, amikor hirtelen, na jó túlzás, azt mondani, hogy hirtelen, szóval szép lassan megjelenik Lugosi Bobby és rájuk ront, mármint rájuk bóklászik. Leküldi a kis rendőr Bobbyt, majd teletunkolják vaktölténnyel is, a csata azzal zárul, hogy az erdőből kijön egy fény és Lugosiról elfogy a hús. Ezután kövér Bobby hátulról agyoncsap egy rendőrfiókát, mire a lány a kocsiban úgy megijed a saját sigításától, hogy elájul. Az alienek közbe találkozóra hívják az embereket, hogy végre elmagyarázzák nekik, mégis mi ez a sok tömény baromság. Jönnek is az urak, és ha vannak most retrósok nézők között fizikatanárok, akkor róluk gyorsan emlékezzünk is meg, mert ami most következik, az bizony nem egyszerű művelet. Figyeljetek nagyon! A békével jött idegenek elmagyarázzák az emberiségnek, hogy azért jöttek a Földre, hogy megakadályozzák, hogy az emberi faj létrehozza a Solaronid bombát. Ami nem más, kapaszkodjatok meg, egy olyan bomba, amely robbanásával meggyújtja a fényt. Ami, mint egy benzincsík, visszaég egészen a napig, és felrobbantja a napunkat. Ám,
A katasztrófa itt nem áll meg. A nap felrobbanásával belobban minden létező napfény, és azok is végigégnek. És minden egyes bolygó és csillag, ahová eljut a napunk fénye, szintén belobban, és azoknak a fénye is belobban, és az egész univerzum felrobban. Ember! Ti bunkó idegenek! Hát ha úgy akarjátok megakadályozni azt, hogy az emberek feltalálják ezt a bombát, hogy idejöttök, és egy az egybe elmagyarázzátok nekik, hogy nézzétek csak, ezt ne találjátok fel. Komolyan ember, tervrajzokat nem hoztatok a tudósainknak, hülye bobik. Közben a két rendőr rájönnek, hogy a kövér Bobit nem lehet golyóval sebezni, ezért fognak egy dorongot és lecsapják. Ezután összeverik egymást, az emberek elszelelnek, a dísztárcsa palacsinta sütő pedig lassú tűzön égni kezd, majd felrobban. Kész, the end, ennyi. A film végén megint jön a félelmetes férfi és feláll a fotelből, és így Andrew Ryan-t juttatta eszembe. Viszont ez a film is kérdéseket hagyott nyitva. Továbbra sem értem. Mire kellett a három zombi? Hova lett az asszony halott? Miért halt meg a kövér Bobby a botütéstől? Mitől porlatt el Lugosi Béla? A többi dísztárcsa mit csinált az égen? És kiölte meg Laura Palmer!